mégsem lesz fém 500-as korrupcióba keveredett az Alstom, hosszabbít a BKK, rakéntaként emelkedik a dollár, és sikertelenek a görög választások. Üdvözlöm Önöket, én Veres Patrik vagyok, ez pedig a Privátbankár karácsony előtti utolsó híradója kedden 4-kor. Cáfolta a jegybank, hogy változásokat terveznek a magyar bankjegyek kínálatában. A napi gazdaság keddi értesülése szerint a Magyar Nemzeti Bank belső egyeztetéseket folytat arról, hogy kivezetik az 5 forintos érméket, az 500-as bankjegyet pedig fénypénz váltja fel. A lap értesülései közleményben cáfolta az MNB. Mint írták, a jelenlegi bankjegy és érmecímletek megfelelően betöltik a forgalomban való szerepüket, így középtávon nem indokolt a szerkezetükbe történő beavatkozás. A készpénzes feladatait érintően a jegybank 2018-ig a forgalomban lévő bankjegyek megújítására koncentrál, ahogy tette ezt a 10.000-es bankjeggyel is. Korrupciós botrányba keveredett a magyar metrószerelvényeket is gyártó Alstom nemzetközi nagyvállalat. Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilatkozata szerint a megvesztegetés rendszeresen használt technika volt a piaci előnyszerzéshez. Több 10 millió dolláros nagyságrendben fizettek le például indonéz, szaudi és egyiptomi döntéshozókat. A korrupció több mint 10 évig működhetett a cégnél, egészen 2011-ig, amikor több ország nyomozói közösen felgöngyölítették az ügyet. Az igazságügyi minisztérium 772 millió dolláros bírságot szabott ki a vállalatra, miután az elismerte vétségét és elfogadta a bírságot. Közérdekű információ, meghosszabbítja a 2014-re vonatkozó éves bérleteket a BKK. A korábbiaktól eltérő január 6-a helyett január 10 hajnali 2 óráig érvényesek a bérletek. Nagy meglepetésre a harmadik negyedévben 5%-kal nőtt az Egyesült Államok gazdasága, a második becsülés még csak 3,9%-os növekedéssel számolt, de a lakossági fogyasztás és a vállalati beruházások növelése végül nagyobb növekedési tempót diktált. Több mint egy évtizede volt ekkora negyedéves GDP növekedés az államokban, a híre pedig erősödni kezdett a dollár. Nem sikerült államfőt választani a Görögországnak. A második fordulóban sem kapta meg a kétharmados támogatást Stavros Dimas egyedüli induló. A 299 képviselőből 169-en éltek a szavazati jogukkal a kormányfő Antonis Samaras jelöltjére, ám a sikerhez 200 voksa lett volna szükség. A harmadik fordulóban már elég lesz a 180 szavazat is, ha ezután sem sikerül december végéig államfőt választani, feloszlik a törvényhozás és előrehozott választásokat kell kiírni. A görög ellenzék pedig pont erre számít, és ez az egy dolog, amiben a szélső jobboldali Aranyhajnal, a görög kommunista párt, illetve a szélső baloldali Syriza egyetért. Közvéleménykutatók szerint a Syriza nyerni az előrehozott választásokat, a párt ebben az esetben újra tárgyalná az uniós és IMF által nyújtott segélyeket. A sikertelen választás hírére az athéni tőzsde 1,64%-os csökkenésben volt kicsivel 4 óra előtt, de nem úgy a budapesti értéktőzsde. Pillanat, és már mondom is az információkat. De előbb inkább a blue chipekkel jönnénk. Az OTP 0,4%-os növekedésben van, a MOL 0,5%-os esésben, a Richter 1,7%-os növekedésben, a Telekom pedig stagnál. Devizák, euró forint 314, dollár forint 258, svájci frank forint 261, az euró svájci frank pedig 1,20. A Bux Index pedig 0,3-es növekedésben van. Köszönöm szépen, én már megköszönöm akkor a figyelmüket, legközelebb december 29-én láthatnak Privátbankár híradót, de lapunk addig sem pihen, továbbra is kattintsanak a privátbankár.hu-ra részletes gazdasági hírekért. Én a szerkesztőség nevében boldog és békés karácsonyt kívánok Önöknek, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról.
tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.